Ha nincsen jövőnk, akkor múltunk sincsen. Erről beszélt Köves Lomó, az egységes magyarországi izraelita hitközség rabbia azon az utcai kiállításon, ahol 24 fotó látható a holokauszt túlélők és a legfiatalabb családtagokról. A 70 év unokái című köztéri fotókiállítás április közepéig látható a Madách téren. A képen Mari néni és az unokák, a 14 éves Dorka és az 5 éves Andris. Ez csak egyetlen fotó abból a 24-ből, amelyen azokat a holokauszt túlélőket, nagymamákat és nagypapákat látni a legifjabbakkal együtt, akiket a sors talán kárpótlásul unokákkal ajándékozott meg. Ők a jövő biztosítékai. Erről már Köves Lomó rabbi beszélt a rendhagyó kiállítás megnyitóján. Nem csak a jövőnek a biztosítéka az, hogy legyenek gyerekek, az, hogy legyen kinek továbbadni a következő nemzedék, hanem a múlt emléke szempontjából is fontos, hogy legyen, aki kérdezzen. Ha nincsen jövőnk, akkor múltunk sincsen, tette hozzá. Az emlékezés fontos dolog, mondta Köves Lomó, és a mai kiállítás is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy azok, akik áldozatai és túlélői voltak annak, ami 70 évvel ezelőtt történt, ugyanolyan húsvér emberek, mint akik az utcán elmennek, és megnézik ezeket a képeket, és talán abba is belegondolnak, hogy a holokauszt nem csak történelem, hanem a személyes élet egy darabja. Fónagy János államtitkár, aki szintén holokauszt túlélő, egy családi történettel emlékezik. Zsazsa nagynéném emléknapja ez, aki 44 őszén egy marhavagon ablakából, remélve, hogy valaki postára adja, levelezőlapot dobott ki azzal az üzenettel, hogy Muti, valamilyen Auschwitz-em nevű helyre visznek dolgozni. Ha megérkezem, írok. Nem írt. Nem jött haza sem ő, sem sok millió társa, de én itt vagyok, mondta. Élnek a gyermekeim és az unokáim. Élnek a fényképeken lévők és a gyermekeik és az unokáik. De soha nem szabad felejteni, figyelmeztetett Fónagy. Minden múltnak a jelen a kulcsa, és csak az unokák, az utódok érthetik meg az őseik szenvedését, hősiességét. Így fogalmazott Ungvári Tamás a megemlékezésen. Ne tévedjünk, a túlélés a hősiesség egyik formája. Kivált azért, mert a túlélők tanúságtévők, akik megmenthetik az európai elbeszélés szellemét azzal, hogy még emlékeztethetnek a felvilágosodás ígéretére és igéire. A kiállítás képeinek másolatát ezúttal az érintettek haza is vihették, de akadt, aki úgy gondolta, egy fénykép azért kevés, ezért a legifjabb családtagot is elhozta élete első kiállítására.